volt ez a Carnegie Hall koncertje, és utána két órányira laktam New Yorktól, és úgy valahogy nem akartam hazavezetni, de akkor ők még elmentek valóba, akkor én is még találkoztam, és akkor valahogy este visszaloptam magam a nagyon elegáns szállodába, ahol ő ott lakott, és akkor felvettem az emeletre, akkor úgy tudtam, hogy melyik szoba, akkor bekopogtam, de akkor ő nem jutott ki, vagy nem, azt hittem, hogy nincs ott, akkor írtam egy levelet, hogy becsúsztattam a küszöb alatt, akkor egyszer csak kinyílt az ajtó, és akkor mégis ott aludtam egy másik szobába, szóval ilyen nagyon, és akkor ott valahogy beloptam magam a szállodába, és akkor reggel mentem haza. És ez akárhol megtörténhetett volna, nem kell ez New York. De neked is olyasmi ő, mint egy ilyen testvér? Gondolkozom, igen. Ugye régebben mi nagyon ugyanabban voltunk, és aztán úgy kialakult két ilyen egység, amiben nagyon sok közös része van, és ez nagyon jó dolog, hogy van. Tehát akkor te nagyon-nagyon ismered a Beát, és ahogy elolvastad ezt a könyvet, lett benned bármi más, vagy róla? Igen, egy ilyen felszabadító érzés volt, amikor elolvastam, azt hiszem. Nagyon örültem, hogy olvastam. Mert mindaz a dolog, amit én úgy ítéltem meg, hogy az életünk során, hogy lehetett volna máshogy, vagy szóval ilyen apró dolgok, azok kicsit felszívódtak ebbe az egészbe, mert végülis az ember végignézi a könyvet, azt hiszem, abban egyetlen egyszer se írja le azt, hogy bármit ő csinálhatott volna jobban, vagy hiba volt, vagy szóval, tehát az, hogy a hiba, mint dolog, az csak a, hogy mondjam, az így visszafelé hiba. Innen ítéljük meg a hibáinkat. De meg, igen, tehát, hogy, és ezzel én ezt elfogadtam, hogy ezt én értem, hogy ő miért mondja is. És ez egy felszabadító érzés, hogy ugye elengedni mindazt, amiről azt gondolja az ember, hogy esetleg hiba volt, vagy esetleg rossz dolog volt, vagy nem tudom. Árnyalta a képet a Beáról? Tudtál meg valamit? Főleg a gyerekkora, igen. Tök sok mindent tudok arról, mert mesélt a szülei így, meg úgy, meg amúgy, de nem volt ennyire erős az élmény. Különben ez egy jó érzés azt látni, hogy úgy valami maradt azokból az élményekből egy ilyen írásos formában, amin ugye együtt keresztül mentünk. Sőt, azt jó látni, hogy ahogy az ember úgy olvassa a könyvet, egy idő után azért kiderül, hogy van egy nagyon őszinte én, de az őszinte én, ez is egy írás. Van ez a nagyon személyes, nagyon őszinte, nagyon igazmondó, és közben azért az egész, ahogy ugyanúgy a dalokban, meg mindig, ahogy ő azért szokta csinálni, ki van bővítve egy ilyen általánosságra. Hogy benned ilyen volt, hogy ne írjon, vagy író, vagy énekesnő, vagy valamiféle koncepció ezzel kapcsolatban? Hát amikor legelőször a dalszövegeket írta a francia lemezre, akkor mondtam neki, hogy hát szerintem jobb egy szövegírót találni. De aztán hát az jó, hogy az ember ilyeneket mond, és akkor ő meg azt nem veszi komolyan, és megy arra, amire akar, és idő után úgy kiukad oda, hova amúgy, szóval szerencsésen kiukad, és akkor így jó lett. Fejlődött az írásban? Szerintem nagyon sokat. De ezt... hát, de azt is szerettem.